A tavasz a takarítás a lakókörnyezetünk megújításának, felfrissítéseinek időszaka. Így van ez a Bárga közösségénél is, ahova évek óta önkénteseket várnak e feladatok elvégzéséhez. Kemény Péterrel, az alapítvány elnökével beszélgettünk. Nagyot haladtunk a kerttel, füvet nyírtuk, illetve a kis konyhakertünket gazoltuk ki, amiből ugye kis zöldség szokott lenni a lakóotthonosoknak a levesbe, illetve a hátam mögött talán látszik, hogy megcsináltuk a kerítésnek a gyékény takarását, és a kupac mögöttem az pedig a lomtalanítás, úgyhogy készülünk arra, hogy elszállítsuk a sok-sok éve nálunk felgyűlt lomokat. Illetve ereszt takarítunk. Igen, van két nagyon lelkes önkéntesünk, akik végig ezt a 50 méter hosszon kitakarítják az ereszt. És a házon belül milyen feladatokat látnak el? Most szerencsések vagyunk, mert karbantartási munka nincsen, igazából takarításokra hívtunk önkénteseket, a teljes 250 négyzetmétert kitakarítjuk az összes helyiségben. Hányan és honnan érkeztek a mai napra? Legtöbben helyből jönnek most már, Bárka barátok, illetve mindig szokott lenni új ember is, most is vannak legalább egy 5-6 új arc, akiket nagy szeretettel köszöntünk, és többnyire mindig Dunaharasztiból érkeznek. A lakók hogyan fogadják ilyenkor az önkéntesek érkezését? Ők mindig nagyon lelkesek, és nagy szeretettel fogadják azokat, akik meglátogatják őket, illetve akik segítik a munkájukat, hát ez most is így volt. Úgyhogy nem csak az önkéntesek dolgoztak, hanem mindenki mellé beálltak a helybeli lakók is, sérültjeink. A tavalyi önkéntes napon került kialakításra a kis zöldséges kert, amit már említett, ez hogyan vált be? Én azt hiszem, hogy ez szépen funkcionál. Hát akkora nagy hozam nincs, hogy azért a 12 főnek mindig legyen belőle, de az a funkciója, hogy ide ki tudnak járni, gondozni, ápolni, és van belőle valamennyi saját, ezt nagyon szépen teljesíti. Előttünk a nyár. Milyen programok várják a lakókat? Több izgalmas programmal is várjuk a nyarat, hogy készülünk a nyárra. Az egyik legközelebbi az június 8-án lesz a Laffert Kúriában. Egy nagyon kedves felajánlás, egy önkéntes kis együttes, kamara együttes, egy jótékonysági koncertet ad a Bárka Alapítvány javára. Az összegyűlt bevételből a nyári táborozásunkat fogjuk majd segíteni, úgyhogy Drozdik Sándornak és csapatának nagyon szépen köszönjük ezt a felajánlást, és várjuk oda a sok-sok hallgatót közönségnek. Aztán jön maga ugye a nyári táborozás, ez most már úgy fogjuk szervezni, hogy 3 különböző helyszínre megyünk el kis-kis csapatokban, úgyhogy a Szél Rózsa minden irányába mennek majd bárkások nyára egy-egy hétre nyaralni, és aztán augusztusban egy újdonsággal készülünk, az Emberi Erőforrás Minisztérium elfogadta azt a pályázatunkat, ami egy helybeli közösségépítésekre támogatja. Családok éve 2018 program keretében augusztus második felében szervezzük meg az első úgynevezett Bárka műhelynapot, ami teljesen nyitott rendezvény lesz családoknak, mindenféle korosztálynak, kisebbeknek játszóházzal, kézműves foglalkozásokkal, illetve a nagyobbaknak, családban szülőknek pedig olyan a családról szóló rendezvényekkel, előadásokkal készülünk, amikkel az ő mikroközösségüket, a családot tudják majd megerősíteni. És aztán ez majd folytatódik októberben, illetve decemberben. Ez egy 3 részes sorozat lesz. Az önkéntes nap állandó résztvevője Hajdú Zsolt képviselő, az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság elnöke, aki aktívan járul hozzá a munkálatok teljesítéséhez. Hát kicsit később érkeztem, mert hogy egy másik program is volt. Most éppenséggel csatornát tisztítanak ott, és én pedig a sütet hordom ide a megfelelő helyre, úgyhogy igyekszem bekapcsolódni az egyébként nagyon szorgalmas emberek munkájába. Mi miatt tartja fontosnak, hogy részt vegyen ezen az eseményen? Hát több szegmens is van ennek a dolognak. Nyilván azok az emberek, akik segítségre szorulnak és ebben a házban laknak. Mi az önkormányzat egyébként nyilván a költségvetésünkből is támogatjuk a Bárka Alapítványt, ez szerintem egy teljesen természetes dolog, de ugye több fórumon hirdettük, ezt városi honlapon is kértem, hogy jelenjen meg, aki egyébként erre sétál vagy ide jön, az látja, hogy milyen nagyszerű dolog eznek a közösségnek a léte és hogy ezeknek az embereknek a segítése. És ez egy természetes dolog, én azt gondolom, hogy ha van időnk, már pedig kell, hogy szakítsunk ki erre időt, akkor itt vagyunk és megpróbálunk segíteni.
A mai nap az elvégzett munka mellett az összefogásról és a közösségépítésről is szól. Ezt ön egyébként is fontosnak tartja. Abszolút. Én azt gondolom, ez a kisváros, ahol én most már nagyon hosszú ideje élek, és ahonnan viszonylag régóta vagyok képviselő, ez egyik kulcs mondatnak tartom azt, és ezt valljuk többen egyébként nyilván képviselőtársaimmal is együtt, hogy úgy létezik, és úgy él és lüktet ez a város, hogyha van benne összefogás, hogyha van benne közösségépítés. Ez nyilván egy sajátos része ennek a közösségépítésnek, de ha mondhatom, akkor ugye most éppen 9 órától a dinamikusan fejlődő Újhegyi lakópark is fejlődő civil közössége, az, ahol most már szintén második éve összefogunk és megtisztítjuk a parkot, ugye nagyon sok építkezés van, nagyon sok szeméttel, de az a jó, hogy gyerekek jönnek velünk, akik ezzel szemléletet kapnak arra, hogy igenis oda kell figyelnünk környezetünkre, igenis gondoskodnunk erről, hogy magától nem lesz szép, tiszta, együtt felnőtt gyerek, jó kedvel egy-egy hétvége. Úgyhogy jó sűrű a hétvége, nagyon sok program van benne. Nekem például innen még az óvodába kéne mennem, ahol néptárs csoportoknak van nagy regionális találkozója, úgyhogy próbálok mosakodni, átöltözni, jönni, menni, de hát ez nagyon jó, engem ez nagyon-nagyon-nagyon földob, hogy van rengeteg ilyen lehetőség, és hát ott vagyunk, fontos, hogy lett legyünk. Milyen tervekkel, milyen feladatokkal áll a nyár elé? Hát, ha elnézem a következő hétvégéket, akkor hasonló civil és egyéb más kezdeményezések vannak, de hát egy képviselő dolga az, és el is várják tőle egyébként, azt gondolom nagyon helyesen, hogy jelen legyen ilyen rendezvényeken. Vannak olyan programok, ahol iskolákhoz kapcsolódóan, gyerekrendezvényekhez kapcsolódóan fogunk jelen lenni, és megpróbálni ott is támogatásként valamit adni, tenni.